Idén júliusban érkezett el hozzánk a Deadpool és Rozsomák című film, ami bár hivatalosan most már az MCU része, én azért valamilyen szinten a Fox X-Men filmes franchise záró darabjának is gondolom. És ha már záró darab, elkezdtem gondolkodni azon a nagyon kényes és idegesítő kérdésen, amit már 20 éve nem tud senki sem megoldani, hogy mi az Isten van az X-Men filmes franchise-nak a timeline -jával. Úgyhogy ma nézzünk rá erre egy kicsit. Tehát azt ugye nagyon régóta tudja már mindenki, aki kicsit is foglalkozik ezzel a témával, hogy az X-Men franchise egy agyfasz. Szereplő szinten, karakter szinten, idővonal szinten és következetesség és logika szinten is egy nulla. Vegyük példának például Bolivar Tresket. Az eredeti X-Men trilógiában még egy afroamerikai férfi volt, majd amikor eljutottunk a Days of Future Pesthez, Peter Dinklage lett belőle. Említsük még meg például az olyan kis aranyos dolgokat, hogy az X-Men 1 elején találkozik Logan és Kart fog, akikről később kiderül az X-Men kezdetek Farkas előzmény filmben, hogy testvérek, amelynek a végén Logan egy adamantium golyót kap a fejébe, ami törli a memóriáját. Eddig okés is a dolog, Na de azt nem magyarázza meg senki se, hogy a testvére miért viselkedik teljesen közömbösen vele az X-Men 1-ben X évvel később egyikük sem emlékszik egymásra, pedig csak logennek törölték a memóriáját. <laughs> beszéljünk még arról például, hogy a 2013-as Farkas című film végén levágják Rozomáknak a pengéjét, majd az egy évvel később érkező Days of Future past ben már ismételten ott van, és semmi magyarázat rá. Arról már például ne is beszéljünk, hogy a soft tribute után az új X-Men filmekkel, ahol már a fiatalabb szereplőgárda volt, az volt az ötlet, hogy minden film egy évtizedben játszódik, 60, 70, 80, 90, e, aztán elérkezünk hirtelen a 90-ről a 2000-es évekre, aztán kb. 40 évet töregettek James McAvoy meg Michael Fassbender. Rengeteg, rengeteg agyfasz van, és ezek még csak épp, hogy a jéghegy csúcsa. Na de hát akkor merül fel a kérdés, hogy végül is akkor ezt hogyan lehetne összefogni. Próbálkoztam én rengeteg timeline-nal, utána olvastam a neten, meg én is elkezdtem gondolkodni, és igazából egyetlen egy olyan logikus magyarázatot találtam, ami nagyjából tényleg logikusan és kb. hibamentesen összetudja foglalni az egész univerzumot és mondom is, hogy mi ez. Ugye bár multiverzum elmélet, szerintem aki ideig eljutott ebbe a videóba, annak már nem kell elmagyaráznom, hogy mi ez. Ugye van a multiverzum. A multiverzumon belül minden univerzumban vannak emberek, mindenkinek vannak jobb esetben variánsai, akik vagy ugyanúgy néznek ki, vagy nem ugyanúgy néznek ki, de ugyanaz a neve, ugyanaz a személyiség, stb. stb. Mindkettőre van példa, a Deadpool és Rozsomák legfrissebb példa, ott tulajdonképpen a filmben látható összes ö, rozsomák variáns Hugh Jackman volt, kivéve Harry Kevill. De ott van még például tökéletes példaként az eltérő kinézetre, Toby Maguire, Andrew Garfield és Tom Holland. Ugyanaz az ember, ugyanaz a személyiség, mégis eltérőkor és más kinézet. Szóval ezt is tudjuk, hogy ez is mind létezik, illetve tudjuk, hogy az univerzumok igazából nagy részt nagyon hasonlítanak egymáshoz. Nyilván vannak drasztikus eltérések is, amik teljesen szöges ellentétei egymásnak. Például a Doctor Strange-ben is látjuk azt, hogy van Gonosz Strange, stb. Lényeg, hogy ugye tudjuk, hogy eltérések vannak. És pont ettől lesz a multiverzum, igazán multiverzum, hogy igazából a nagy egész az ugyanaz mindegyikbe, de mégis egy nagyon pici eltérés van mindegyik között. Lehet, hogy két univerzum között csupán csak annyi az eltérés, hogy nekem barna hajam van, az egyikbe, a másikba meg fekete. És azon kívül minden teljesen ugyanaz. Szóval ezen a gondolat síkon tovább haladva elkezdtem gondolkodni, hogy igazából akkor hogyan is kellene felfogni az X-Men filmes franchise-t, és arra a gondolatra jutottam, hogy egyrészt, ha a mi világunkban tekintünk rájuk filmes szakmai szemmel, akkor őket úgymond egy antológia sorozatnak lehet nevezni ami ugye azt jelenti, hogy igazából ugyanazok a készítők, ugyan, akár ugyanazokkal a szereplőkkel készítenek ugyanaz alatt a cím alatt dolgokat, de mégis a történet mindegyikbe teljesen különböző, vagy egy picit más. Erre a legjobb példa a manapság a Black Mirror című zseniális sorozat, ahol minden részben teljesen más szereplőgárda és történet van. Egy nagy sorozat az egész, mert egy téma köré épül, de mégis mindegyik rész teljesen más, ez teszi az antológia sorozatot. Ergo, az X-Men filmes franchise egy antológia sorozat. És oké, okay, jogosan itt fel lehetne hozni, hogy de hát például ott van az első X-Men trilógia, hát ott azért eléggé szépen minden egymásra épül, minden következik mindenből, hogy ott még amúgy nem kezdődött az agyfasz. És ez tény, de lehet, hogy szimplán csak olyan változtatás van, vagy olyan eltérés van mondjuk az egy és a kettő között, vagy a kettő és a három között, amiről nekünk nézőknek nincs tudomásunk. Lehet, hogy éppen mondjuk abban a... Lehet, hogy az X-Men 2 az egy olyan világban játszódik, ahol mondjuk uh, egy, egy, adott mutáns nem él. Lehet, hogy a három pedig egy olyan világban játszódik, ahol nem tudom, uh, roznomáknak csak kilenc lábúja van, csak ezt nem látjuk, mert nem látjuk öt mezitláb. Szóval remélem értitek a lényeget, kicsit hülye példa, de ez a lényeg. És igazából, hogyha ilyen szinten tekintünk az összes X-Men filmre, hogy ez egy antológia sorozat, és mindegyik film egy külön univerzum, így igazából tök egyszerűen meg lehet magyarázni a logikai eltéréseket. Szóval ennyi, semmi ördöngösség nincs benne, ez az egyetlen egy olyan dolog, amivel logikusan meg lehet magyarázni azt a mennyiségű agyfaszt, amit ez a franchise a 20 éve alatt felhalmozott. Igen. Nyilván itt lehet belemenni más teóriákba is, de én ezt találtam. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy ti mit gondoltok erről, hogy az egész uh, franchise-nak az összes filmje egy külön-külön timeline. À, figyeljetek, én, én meg tudnám érteni, meg meg is tudnék vele barátkozni, bár nyilván azért ez elég vicces, hogy uh, ilyen radikális dolgokhoz kell folyamodni, hogy uh, normális magyarázatot találjunk arra, hogy uh, mi a logikája ennek az egésznek. De hát ez van. Én megpróbáltam erre a 20 éve létező rejtélyre megoldást találni és választ adni. Beszélgessünk tovább a kommentben, hogy mit gondoltok egyrészt arról, hogy én mit találtam ki, másrészt nektek milyen megoldásatok lenne, vagy milyen teóriátok van rá, és stb. Egy dolog viszont biztos, lehet bármennyire szad ez a filmes univerzum, lehet tele bakikkal, logikátlanságokkal és agyfasszal, mi úgy szerettük az elmúlt 20 évében, ahogy volt. Szóval ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm, hogy végignéztétek, remélem tetszett. Ha tetszett, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot. Like Lent megtaláljátok a csatornatagsági funkciót, csatlakozzatok, hogyha szeretnétek a podcast adásokat hamarabb látni, akár egy héttel, egy hónappal, vagy egy egész évadot láthatok már az első adás napján. Emellett minden Social media linkem és egyben Hunie is megtalálható a leírásban a linksi oldalunkon keresztül. Köszi még egyszer, hogy itt voltatok, én Ádám voltam, legközelebb találkozunk, szevasztok!